Totál őszi idő van kint, de fél órával ezelőtt az időjárás jelentésben azt mondták, hogy ma ki fog sütni a nap. Én ezt el nem tudom képzelni, bár most leültem videózni. Szóval lehet, hogy mégiscsak ki fog sütni a nap, mert tudjátok, hogy milyen betyes vagyok. Gyorsan bele is kezdett még mielőtt tényleg kisüt a nap. Sziasztok! A mai videóban egy csomó újdonságot fogok nektek mutatni, ugyanis az elmúlt hetekben rengeteg dolog érkezett tesztelésre különböző cégektől, és mivel már nagyon régen volt ilyen videó, így rengeteg dolog felhalmozódott, nem is fogok tudni mindent megmutatni nektek. Voltak olyan dolgok, amikről már készítettem külön videót, de ezeket majd elmondom, meg beteszem a linkeket ide fölülre, meg a videó alatti leírásba, szóval várjunk is bele. Az első csomagom az Avontól érkezett egy ilyen óriási szatyorban, és az óriási szatyorban egy igencsak nehéz dolog lapult. Ez egy ilyen kis fiókos szekrény, és itt van két kis kihúzható fiókja, és mindegyikben van egy új Avon Nutra Effect testápoló. Nekem már volt szerencsém kipróbálni a teljes kollekciót, talán láthattátok, hogy most együttműködöm az Avonnal, így az ő YouTube csatornájukon különböző témákban rendszeresen csinálok videókat, ezt majd beteszem nektek a videó alatti leírásba, ott meg tudjátok nézni az eddigi videókat. Ebben a csomagban a normál, illetve száraz bőrre való csiamagos verziót kaptuk meg, valamint a száraz és nagyon száraz bőrre való mandulás testápolót, hogyha jól látom. De nekem egy másik lett a kedvencem, azt most sajnos nem hoztam ide, de az egy ilyen tégelyes, talán valami velvet moisture testápoló, vagy valami hasonló neve van, és azt egyszerűen imádom, az elvileg egy ilyen több funkciós krém, tehát nem csak testre, hanem akár arcra és kézre is lehet kenni, és imádom az állagát, nagyon jól hidratál, nagyon gyorsan beszívódik, kellemes, visszafogott illata van, és iszonyatosan puha és sejmes lesz tőle a bőröm, szóval azt nagyon szeretem. A következő kis csomagocska az Art Deco-tól érkezett. Ezt emlékeim szerint már mutattam Snapchaton, ahol mostanában sajnos nem vagyok túl aktív, ne haragudjatok, de annyira összezavart, hogy bejött ez az Insta Stories is az Instagramon, hogy most nem tudom, hogy melyiket használjam, és most gyakorlatilag szinte egyiket se használom. Írjátok majd meg kommentben, hogy ti a Snapchatet, vagy az Instagram Stories preferáljátok, hogy hova töltsek fel inkább ilyen kis szösszeneteket. De térjünk akkor vissza erre az Art Deco csomagra. Ebben érkezett egyrészt egy ilyen beauty box, talán tudjátok, hogy az Art Deco-nak vannak ilyen üres, mágneses kis beauty boxai, amikbe ti vásárolhattok bele a boltban szemhéjpúdert, pirosítót, bronzosítót. Szóval kaptam egy ilyen beauty boxot, és kaptam bele egy kontúrozót, illetve egy highlightert is, mindkettő egyébként teljesen mat. Ezeket még nem próbáltam ki, én highlighternek inkább jobban szeretem a fényes színeket, de ezt mondjuk el tudom képzelni akár itt a szem alatti részre, vagy esetleg ide az arc középső részére. A kontúrozó szín pedig szerintem egyáltalán nem narancssárgás, egy viszonylag hideg tónusú árnyalat, úgyhogy szerintem ezzel szépen lehet árnyékolni. A Maybelline-től is érkezett két újdonság, az egyik az a Maybelline Master Precise Curly szemhéjtus, aminek nagyon kis fura applikátora van. Ilyen kis csepp alapú maga az applikátor, és hát gondolom ennek ugye az a lényege, hogyha egy az élére fektetve használjátok, akkor szép, vékony, precíz vonalat tudtok vele húzni. Ha viszont ugye lapjával használjátok, akkor egy vastagabb, drámai hatás lehet vele elérni. Ezt majd ki fogom próbálni, mert egyébként a Max Factornak teszteltem egy hasonló tusát, majd beteszem a videót, amiben azt kipróbáltam, és ez egyébként egész jól működött, szóval lehet, hogy ez is tök jól működik. A másik újdonság pedig a Maybelline The Colossal Spider Effect Volume Express szempilla spirál. Hát ezt már kipróbáltam. Nagyon-nagyon fura a keféje. Szilikon keféje van, és úgy néz ki a dolog, hogy a kefe egyik felén egyáltalán nincsen sörte. A vége felé valahogy így elritkulnak, meg kisebbek lesznek a sörték, és hát nekem első kipróbálásra nem jött be. Én nagyon nem szeretem az ilyen típusú szempilla spirálokat. A Lorának is volt egy hasonló, és nekem ezzel az a bajom, hogy amint nagyon ritkán vannak a szálak, vagy egyáltalán nincsen valamelyik felén sörte, az nekem egyszerűen összetapasztja a szempilláimat, mert túl sok festéket visz fel, és egyszerűen összecsomó. Szóval nekem ez így egyelőre nem jött be, aztán lehet, hogy egy picit beszárad és a festéknek a textúrája egy picit megköt, akkor nem fogok így járni, de
egyelőre ez nekem nem igazán tetszik. Van itt egy La Roche-Posay újdonság is, ami állítólag egy ikonikus termék, de teljesen őszinte leszek, én még nem hallottam róla. Már mutattam nektek az egyik vlogomban, de megmutatom most is, ez a La Roche-Posay Cerozinc cinkszulfát oldat, ami egy tonic spray zsíros problémás bőrre, segítség az égőérzet nyugtatására, bőrfelszíni irritációk tisztítására. Szóval ez inkább egy zsíros, pattanásos, problémás bőrre való termék, így én ezt valószínűleg nem is fogom használni, hiszen nekem szerencsére nem nagyon vannak pattanásaim, vagy csak így néha-néha kijön egy-egy. Illetve érkezett még hozzá egy La Roche-Posay micellás víz, ez nem újdonság, ez ugye az érzékeny bőrre való verzió, ezt már régóta lehet kapni, de ez most egy ilyen picike 100 ml-es verzió, ami szerintem utazáshoz tök jó. Nekem nem a kedvencem ez a La Roche-Posay micellás víz, de így az arcom tisztítására el tudom végül is használni. Érkezett egy csomagom a Nivea-tól is, amiben 4, azaz 4 darab különböző típusú arctisztító kendő található. Az egyik az a Cream Care arctisztító kendő, amit én már próbáltam, és össze is hasonlítottam a blogon egy másik Garnier arctisztító kendővel. Nekem ez annyira nem vált be, nem lett igazán a kedvencem, de abban a blogbejegyzésben elolvashatjátok, hogy miért. Viszont van még itt ezen kívül egy 3-1-ben frissítő. 3-1-ben frissítő arctisztító kendő arcra, szemre és ajkakra. Ez azt írja, hogy normál és vegyes bőrre való. Tisztít, eltávolítja a sminket, frissít és hidratálja a bőrt, és különösen gyengéd a bőrhöz, és elvitaminos Nivea lotion van benne, és állítólag a szembillákat is ápolja. A másik kettő pedig egy száraz és érzékeny bőrre való ápoló arctisztító kendő, ez a rózsaszín csomagolású, és a negyedik, ami igazából a leginkább érdekel engem, az a 3-1-ben ápoló micellás arctisztító kendő. Tudjátok, hogy nagyon szeretem a micellás vizeket, mindegyikben 25 darab kendő van, úgyhogy elég nagy a választék most a Nivea-nál ilyen arctisztító kendőben, úgyhogy remélhetőleg mindenki megtalálhatja a bőrtípusának leginkább megfelelő verziót. A következő csomagom a Fee Cosmetics-tól érkezett. Ezzel a márkával először a legutóbbi Pure by Pixi Box meglepetés dobozban találkoztam, ott egy ilyen krémdezodor volt a dobozban, amit kipróbálhattunk. Most viszont 4 különböző arc, illetve testápoló terméket kaptam tőlük. Az egyik az a Fee mangóvajas könnyű testápoló, aminek ilyen pumpás kiszerelése van. Aztán van még itt egy Fee pazar kafé ébresztő szemkörnyékápoló, ez szintén ilyen kis pumpás kiszerelésű, valamint egy Fee hidratália prémium arckrém, ennek nagyon tetszik a tégeje, ilyen kis picike és virágos és minden, és nagyon cuki. És végül, de nem utolsó sorban, a Fee mandala kímélő arcra dír, ami egy ilyen érdekes kis zacskóban van benne. Én ezeket a termékeket most már több mint egy hónapja használom és tesztelem, és nem akarom lelőni a poént, mert hogy valószínűleg egy-két héten belül olvashattok róluk a blogon egy részletes bejegyzést. Annyit így előjáróban szeretnék elmondani, hogy a 4 közül 2 termék az, amit nagyon-nagyon megkedveltem. Az egyik az a kávés szemkörnyékápoló, a másik pedig ez az arcradír, de a blogon majd elolvashatjátok részletesen is a véleményemet a termékekről. A következő csomag az tele van L'Oréal újdonságokkal, de ezekről nem fogok beszélni, ugyanis nemrégiben készítettem egy külön videót kizárólag ezekkel a L'Oréal termékekkel, és ott megosztottam veletek az első benyomásomat erről a jó néhány sminktermékről, úgyhogy beteszem a videót ide felülre is, illetve a videó alatti leírásba is, és ott megnézhetitek, hogy mik ezek az újdonságok, illetve mi a véleményem róluk. Kaptam jó néhány terméket tesztelésre az Essence-től is, és kicsit féltem, hogy mire erre a videóra sor kerül, addigra már nem lehet majd kapni őket a boltokban, de tegnap láttam a Müllerben, hogy még lehet őket kapni. Az egyik az az Essence Bloggers Beauty Secrets Vintage Rose szemfesték paletta. Nagyon kis cuki paletta, szóval, hogy így eléggé benefitre hajaz, meg több balmra, valljuk be, de hát ami cuki, az cuki. Amit láthatjátok, ebben van itt fölül egy tükör, illetve összesen hát 7 darab szemfesték, de abból az egyik az tulajdonképpen egy ilyen eyeliner, tehát személyi tusnak használható, gondolom, krémes dolog, mert ez külön le is van fedve.
A többi az viszont ilyen vegyesen csillámos, fényes, illetve matt árnyalatok, ha jól látom, ez a barna, illetve ez a rózsaszín, ez matt, vagy talán enyhén szaténfényű, a többi az viszont valamennyire fényes, illetve csillámos. Egyébként látom, hogy ebből a Bloggers Beauty Secrets válogatásból van többféle paletta is, van ilyen arcra való kontúrozó paletta, van talán másik szemfesték paletta, azt hiszem 4 féle van összesen. Ugyanebből a Bloggers Beauty Secrets kiadásból kaptam még egy körömlapot is, ez a 02 Hello Beautiful árnyalat, amit nem nagyon tudok hova tenni, mert ilyen rózsaszínes, de ugyanakkor kicsit ilyen ezüstös, márványos, azt írják, hogy metal effekt, szóval nyilván ez egy ilyen fényes, gyöngyházas finisű körömlap. Aztán érkezett még néhány termék az Essence Little Eyebrow Monsters trendkiadásból, szerintem ez is egy limitált kollekció lehet, de láttam, hogy ezt is lehet még kapni. Az egyik, ez a kis szemöldökápoló olaj, ezt akár nyugodtan lehet éjszakára is használni, ez tulajdonképpen egy ilyen ápoló kezelés a szemöldöknek. A másik az egy ilyen szemöldök kiemelő stíf tulajdonképpen, ez egy ilyen gyöngyházfényű krémes szemfesték, amit ide a szemöldök csontra tudtok felvinni, és akkor ezzel tudjátok hangsúlyozni, de szerintem nyugodtan lehet akár belső szemzugba is használni, vagy krémes szemfestékként. Ez egy ilyen tekerős, krémes stift. Amíg itt egy nagyon cuki kis szemöldök csipesz, én egyébként nagyon szeretem ezeket az Essence-es szemöldök csipeszeket, szerintem nagyon jól el lehet kapni vele a szőrszálakat, úgyhogy én ezt nagyon szeretem. Illetve kaptam még egy ilyen kétvégű szemöldök formázó ecsetet is, ennek az egyik végén ugye egy ilyen ferde ecset van, amivel szépen ki lehet tölteni a szemöldököt, másik felén pedig egy ilyen szemöldökkefe, úgyhogy ez is nagyon hasznos, és nagyon-nagyon örülök neki. A következő igen nehéz csomagom a Biobazártól érkezett, és ebben nem csak nekem, hanem Lilinek is vannak dolgok, úgyhogy mutatom először azokat. Az egyik az a Biobaza Kids sárga dinnye és görög dinnye sampon, azt írják, hogy ez 96%-ban természetes eredetű, és úristen, de finom illata van, csorog a nyálam tőle, egy igazi gyümölcsös illata van. Szappanmentes, gyengéden ápol és tisztít, van benne pantenol, kamilla, kalendula, ami nyugtat, illetve aloe vera. Van itt még egy Biobaza Kids eper és füge hab és tusfürdő gél. Haj, ennek is nagyon finom illata van, csak nehogy én használjam el még a végén. És végül egy Biobaza Kids fogkrém, azt írják, hogy ez ananász ízesítésű, és ez 6 évesnél idősebb gyerekek számára ajánlott, úgyhogy ezt természetesen Lili még nem fogja megkapni, lehet, hogy ezt odaadom az unokaöcsémnek. De ahogy mondtam, nem csak Lili, hanem én is kaptam dolgokat. Például itt van ez a Biobaza Body and Hair 3-1-ben tusfürdőgél mediterrán gyógynövényekkel. Hát, ennek elég érdekes illata van. Nem írnak valamit, hogy mi van benne? Immortel és oliva. Parabén parfüm és színezékmentes. Az a baj, hogy ilyenkor, amikor az ember így szagol bele, akkor ugye mindig sokkal töményebb az illata, mint amikor a zuhany alatt használja, szóval ezt azért ki fogom próbálni, mert lehet, hogy nem ilyen nagy mennyiségben közvetlenül beleszagolva azért nincs ennyire erős illata. A másik az egy Body and Hair 3-1-ben tusfürdőgél levendulával és citrommal. Na hát a levendulát azt én annyira nem szeretem. Talán a másik, az jobban tetszik, a mediterrán gyógynövényes. És van még itt egy Biobaza nyugtató szappan, teafa olaj és szalmavirág, 99%-ban természetes eredetű, antibakteriális ápolás normális érzékeny bőrre. Így néz egyébként ki, benne van még egy ilyen kis műanyag topban. Ennek nem igazán érzem az illatát, olyan kis visszafogott. Nekem az ilyen nagyon gyógynövényes, meg nagyon erős ilyen növényes illatú dolgok, azok nem feltétlenül szoktak bejönni, de ahogy mondtam, mindig csalok, amikor így a tubusban megszagolom, mert lehet, hogy az zuhany alatt több más illata van. Egyébként a Biobaza termékeket most már a DM-ekben is megtaláljátok, hogyha valakit érdekel, akkor ott meg tudjátok nézni őket. Jött még egy csomagom Mádarától is, amiben volt egy Exfoliating Oil to Milk Scrub, tehát ez egy bőrradír. Mindjárt megtalálom a magyar feliratot is, remélhetőleg. Nincs rajta a magyar felirat? Ez létezik? Nincs rajta a magyar felirat. És nem kaptam hozzá semmi papírt? Hát, oké, ezzel lehet kibontani és megnézni. Tök jól néz ki egyébként a csomagolása. Nagyon-nagyon tetszik. Megnézzük, mit írnak angolul. Olajbázisú formula, ami egy ilyen teljes állagú habbá alakul át, és gyengéden tisztít, megújítja a bőrt, anélkül, hogy
az húzódna utána. Ezt is ki fogom próbálni, mert nagyon ígéretes, amit ír, ugyanis az én bőröm nem bírja ezeket a nagyon erős, nagyon durva arcradírokat, így mindig szenvedek, hogy mit használjak, mert azért valamivel mégiscsak le kell radírozni, szóval ezt biztos, hogy ki fogom próbálni. És végül, de nem utolsó sorban, néhány nappal ezelőtt a Müllerben átadták a Love Cosmetics állványokat, ugye most már nálunk is lehet kapni ezeket a Love Cosmetics termékeket a kijelölt Müller üzletekben, és ott kaptam néhány dolgot kipróbálásra. Egyrészt egy ilyen szupi kis, hát talán pirosító púderecset kiminek használni, de nekem nagyon-nagyon tetszik a dizájnja, a nyelének is, illetve hogy kicsit ilyen rózsgoldos a fém rész. Kaptam egyrészt egy szájkontúr ceruzát, ami azért tök jó, mert az egyik végén van egy ecset, tehát azzal akár szépen el is lehet dolgozni. Aztán kaptam egy The Forbidden Dramatic Volume Mascara, ami elvileg egy extra fekete szempilla spirál. Kaptam egy Lip Affair Color and Care rúst is, egy gyönyörű vörös árnyalatban, ez az 551-es Christina's Red árnyalat. Illetve kaptam egy Confidential Camouflage Concealer, tehát korrektor palettát is. Ezeket most azért nem mutogatom meg, mert ugye kaptam most ezeket a termékeket tesztelésre, illetve a barátnőm is küldött néhány Love Cosmetics terméket Németországból, meg tegnap én is vettem kettőt a Müllerben, szóval most van jó néhány Love Cosmetics termékem, és ezekről majd szeretnék hát vagy egy külön videót csinálni, vagy egy blogbejegyzést, még nem döntöttem el, de valamilyen formában mindenféleképpen be fogom nektek mutatni őket, hiszen ez egy új márka, szerintem nincsen még sok infó róla a neten, már csak azért is, mert hogy ez külföldön is igazából nem régen debütált, tehát gyakorlatilag ezzel szinte egy időben jelent meg Magyarországon is, szóval mindenképpen tervezek majd egy ilyen nagy videót, vagy blogbejegyzést, vagy bármit, írjátok meg, hogy mit szeretnétek. És ezzel el is fogytak a termékek, amiket szerettem volna bemutatni nektek. Remélem, hogy azért hasznosnak találtátok ezt a videót. Mindig elmondom, de most is elfogom, hogy ezek a videók azért készülnek el, mert szeretném, hogy lássátok, hogy milyen újdonságok vannak mostanában a boltok polcain, illetve nyilván ezekről a termékekről várhatóak majd valamilyen formában posztok. Sőt, szeretnélek arra kérni titeket, hogy írjátok meg, hogy ezek közül mi az, amire ti leginkább kíváncsian vagytok, alakítsuk együtt a blogbejegyzések, illetve a videók tartalmát, mi az, amiről szeretnétek többet hallani, többet olvasni, úgyhogy várom a kommentjeiteket. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!